Hogyan működik ez? Kacsi, te emlékszel, hogy hogyan szoktuk ezt csinálni? Nem. Jó. Én pedig Kaci. Jó, és én mit mondok előtte? Azt, hogy Dávid. Dávid. Bocsánat, csak nem a szívem. Dávid, én meg Kaci. Na, ezt a részét ismerem, hogy Kacira várom. Igen. Ez meg volt. És itt van Attila, és... Ez itt a Family Geeks, igen. Én Dávid vagyok. Dávid vagyok, én pedig Kaci, és ez itt a Family Geeks. Így. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, én Dávid vagyok. Én pedig Kaci. És nem. És ez itt a Family Geeks. Yay! És itt van velünk a csodálatos Viki. Igen. Szóval nem lesz valami jó, de én hoztam. Ó, tudjátok, mit felejtettünk el? Mit? Például rögzíteni ezt a kamerát megfelelően. Ez úgy megindult. Ez én voltam, vagy ez ki? Nem tudom. Ez magától mozdult meg. Aha, az bizony lehet. De ez milyen jó bloopers, ha így rásna, hogy kire. Ha orba vágnak. Tessék! Hol is tartottunk? Mielőtt tönkremett a technika? Kezdjük előről. Jó. Pedig olyan jó volt ez az intro. Igen. Nagyon azt jó. Kell mondanod, hogy sziasztok, én Dávid vagyok. Nem, ezt majd összevágom. Jó. Annyiszor fel van már éve. De akkor már nincsen vágó. Ja, majd bevágok egy korábban. De akkor nincsen már vágótok? Nincs. Ja. Ja. De az feliratkozó kell, meg pénz. Ja, meg deal, meg mit tudom. Ja. Tudod, ami neked van. Deldöbb egy szó a mai videó szponzorától. Az angol WC. Az emberiség egyik legjobb találmánya, ami néha egy áldás. Néha viszont egy átok. Viszont amikor nagy a baj, profi segítséghez kell fordulni. Nincs kiszállási díj, nincsenek rejtett költségek. Csak profi munka. Átláthatóan drágán. Fekálió és társa BT. Bízza ránk a szart! Tudom, hogy nagyon hihetetlen, hogy itt ülünk egy asztal körül, amire ki van pakolva egy társas játék, és forognak a kamerák, kettő is, amíg nem esik a fejünkre, és effektív társas játékozni fogunk egy videóban. Mint annó, de ez fog történni. Szürreális. Ja. És ráadásul még csak nem is mi intéztük a társasjátékot, hanem Attila hozta. Nagyon szépen köszönjük! Café Chaos. Tökéletes. Mit csinál ez? Mit csinál ez a játék? Nem, már most nekem kell álmodni. De a Kaci szokta azt. De hát akkor ne hozzá a játékot! Ne? Szóval ebben a játékban mindenféle kajákkal fogjuk dobálni egymást, és az a célunk, hogy minél jobban összemocskoljuk a többieket, mi pedig a lehető legtöbb felénk repülő mustáros hotdogot kikerüljük. Nagyon szép! Jó, mondtam? Nagyon jó! Jó, hát figyelj, ennél több igazából nem kell. Annyit kell tudnatok, hogy én egy majonézes tubussal fogok megcélozni embereket. Igen. Ezt a Viki osztotta ki mindenkinek. Én szójaszosztom. Ja. Figyelj, majd... Én pedig a secret sauce vagyok. És te így önmagadat érzel? Nem. De még úgy válaszunk, de igen. Ja, még nem kell megmondani? Még nem kell megmondani, jó, hogy kire célzol. Viki, adjál nekünk karaktereket. Ja. Én? Igen, mert mindannyian kapni fogunk egy valamilyen karaktert, akinek van egy speciális képessége, amit majd fel fogunk tudni használni. Mindenkor úgy fog kinézni a játékban, hogy ide a kis karakter lapunkra akciókat fogunk leprogramozni, összesen hármat, ezt előre el fogjuk dönteni, hogy mit akarunk csinálni az adott körben, és aztán az adott forduló lapját egyszerre fogjuk felfedni, úgyhogy kicsit ilyen mind reading is van benne, meg mind gaming, hogy tudjuk, hogy mikor fognak minket megcélozni az emberek, és akkor kell megpróbálnunk majd elhajolni a mindenféle majd jól kihangosítjuk a gondolatainkat az első körben, és akkor nyilvánvaló lesz. Én például az Emo Friend nevű karakterről mindig nem tudom elképzelni, hogy mit csinál, de hogy őt fogom választani, az egész biztos. Amúgy illik. Én Employee of the Month lehetnék, ami természetesen mindig vagyok az életben is, vagy Paul the Bully. Ki más választ? Nem akarjuk... majd ezt elegánsan kivágom. Csak az lesz, hogy Paul the Bully. Jó, én a Mope action szeretném. Jó, Mope. Akkor, és a Kaci kicsoda? Én Jester James vagyok, úgyhogy én a Juggle
nevű képességet szeretném megkapni. Most megkapjuk a karakterünkhez tartozó különleges képességet, de egyébként a három alapképesség lapja már itt van a kezünkben. Ezekből mit tudunk csinálni? Tudunk ugye dobálni kajával egymásra. Aztán van ez a duck, ez a nem talált lap gyakorlatilag a bankben, ez az elhajolás, hogyha valaki megdob, akkor ezzel tudsz elhajolni, illetve van a grab, amivel a földről tudunk majd mindenféle kaja és egyéb lapokat összeszedni. A konyhából, földről... Igen, majd azt ugye ki kell még rakni a konyhát. Én nem tudom, hogy mit tudok pontosan, de nagyon úgy néz ki, azon hogy... Azon hogy from floor. A floor az ez. Hát amúgy igen, a floor. Akkor ő mondta rosszul. Hát én rosszul mondtam, na. De fogjuk a az én képességem a shove, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kaja nélkül tudok támadni, és akit megtámadok, az minden egyes kaja lapért cserébe, ami a kezébe van, kap egy sebzést. Ó, fellököd. Ja, igazából. Jó, akkor én vesztettem. A tálcádra borítalak. Akkor én vesztettem, mert én kaja nélkül tudok támadni. Igen. Ha nincs kaja a kezembe, akkor is tudok támadni. De csak akkor, hogyha vagy ugyanannyi, vagy több kaja van a kezemben, mint action, gondolom ez az mint... A fehér az a... Ja, nem, több kaja van a kezemben, mint a targetem. Ja, igen. Nem kaja, hanem több sebzés van rajtad. Many or more splash. Ez a splash, ez a sebzés. Szóval, ha több sebzés van rajtad, csak akkor tudod használni. Dino nagyíz! Nagyon jó. Az én a juggle képességem az azt tudja, hogy fel tudok venni a földről egy sárga, egy piros, egy kék és egy fehér lapot is, if possible. És emellett... Az nem számít. Az nem számít. Nem, csak akkor, hogyha több ilyen jó, lap is. Több, jó, oké. Okay. Én pedig az őröd... Pedig még lett volna. Te grabbel fel tudsz venni... Nem, három. A grabbel, a juggle-lel. A juggle-lel én most innen fel tudnék venni egy pirosat, egy sárgát, meg egy fehéret is. Igen. Az elég jó, nem is tudtam erről alapról. Az egy jó. Ehhez képest jó, én meg itt lögdösök embereket. Jó, de neked ez pont te counterölsz engem, mert ugye én felveszek egy csomó lapot, és aztán te meglöksz, és... És szájba vered háromszor. Én pedig az őrült tudós vagyok, és az azt tudja, hogy outsmart, és minden támadás, ami ellenem jön, átirányul az én targetemre, szóval hogy a célpont változás lesz arra, akit én támadok. Hmm. De hiszen ez fantasztikus. Akkor de a tiéd, az tök jó. Tisztán van, hogyha sokan megsebeztek. OP. Igen, ahogy szájba vertek háromszor, azonnal meg tudok támadni valakit. És akkor mindenki húzom nélkül. Két lapot. Ja, húzom két lapot, igen. Most ez is nézhetsz, ki ez a fel. Kis gyümölcstár. Hot Wings és Giant Turkey. Vagy jó, Hot Wings-et ami ezt titokban tékén. Kaphatok innen. Még egy basic akciót? Igen. Jó. Még? Igen. Azok ja. Is benne vannak. Ja, mert húztál még egy ja. Basic akciót? Na, és akkor igazából ennyi úgy kezdődik, hogy akkor Kaci az első. Hát jó. És ő választja ki a targetét, meg és mindenki választja. Meg a fenéket a Kaci az első. Hol a telefon? De hát nálam van a figura. Hol a telefonom? Ne ússzad már meg. Megúsztad. Ne, nálam van telefon. De le van töltve a... Milyen nap kell? Hát letöltöm. Már elfelejtettem, hogy minden jó hangulát. Kacinálad le van töltve. De hogy van? Hogy ne lenne? Mi a neve az apnak? Nem tudom, nem emlékszem. Hát még csak egy sima sorsoló. Svazi. Mi? Mi az, hogy nincsen letöltve? Nincs mutasd letöltve. Meg a telefonodat. De mi? Hát csak egy sima sorsolósat is lehet, nem? Mutasd meg, mennyi Svazi a videó. A telefonodat, mondd már meg. SCHW. Jó, ha ezek után is én nyerek, akkor négy akciót fogok elek az első körbe, csak mondom. Jó. Ragd le a középre. De ez mi? Mit kell csinálni? Tedd rá az ujjad. Én kék vagyok. Én kezdek. Te kezdek. Ez tök jó, mi? Ugye? Jó, jó. Azt a jó cusz. Jó, akkor én a... A legmagasabb IQ-jút választja ki. Akkor mindig. A D-vet támadom. Oké, okay, akkor Viki, te. De ez egy kompliment volt! Viki? Én is Dávid támadom. Akkor Dávid? Na, a buli ki más támadna, mint az emót. Amúgy. Van benne logika. Hát akkor csak szájba verlek. A kis emókám, persze. Oké, okay. Kaci, én Attilát fogom. És a Kaci megint megúszza. Oké, okay. És akkor most csak le kell rakni az akcióinkat. Lerakjuk az akcióinkat ügyesen. És minden kajakártyám után egyet sebződök. Micsoda? Az ő szarával. Képe, igen. Aha. És maximum 3-at. Szóval max 3-at sebeződhet.
Jó, ja, van ilyen, hogy hand limit? Nincs. Nincs. Amúgy már lehet az első körben is evenni. Menjen le a kör. Minden jó, rendben. Akkor fordítjuk az első lapot. Most leprogramoztuk a lapjainkat, hogy most felfordítjuk az első kört, és ebben a sorrendben fogjuk végrehajtani az akciókat. Mindenki a grabbet rakta le, én a juggert, ami ugye egy ilyen speckó grab, szóval mindenki most az asztalról fog felkapkodni, vagy a földről fog felkapkodni dolgokat, ugye kör sorrendben, úgyhogy Attila fog kezdeni. Most felvehet egy bármilyen lapot, vagy sárgából akár kettőt is, ugye csak egy sárga van lent. Hát én ezt fogom a tackle-t, és ez azt, hogy így a targetem sebződik egyet, és elejt egy kajalapot ide a földre. Ez baj. Hát igen. Oké. Okay. Bejött még egy duck. Várjátok, ez egy az, hogy plusz egy piros toppingot rárakhatok bármi más támadásra? Ami kajával támadás, tehát hogy a nem rakhatod rá valaki a savadra. Valaki máséra? Igen. Any other attack with tehát, food. Hogyha Attila megdobja egy hamburgerrel Dávidot, akkor én és rádobhatok egy toppingot. És innen is felváltod a pirosat, szóval nem muszáj a kezedből. Igen. Dávid? Én is grabbelek, és... Miért nem egy duckot? Meg elviszom. Hát azért, mert hogy engem verjenek, csak szájba nyugodtam. Nem örülök. Mert ha lent hagytad volna a kéket, akkor én felvehettem volna ugye egy pirosat, meg egy sárgát, meg egy fehéret, meg egy kéket is. Szegénynek így most már csak három lap jut. És most miért nem a demo körben egy olyan karakterkártya volt nálam, de az elég jó. Ami ki tudtam cserélni valakivel a kezemet. És az elég de ez is kajó ez a képesség. Egy jó koszló. Van olyan Vikinek a kaják tetszik. Aki ez smoothie, az nem jó. Aki ez smoothie, azt. Úgy csináljuk, hogy a másik irányba menjen a sor. Aha, így. És akkor így benne is lesz. Ja, bocsi. Semmi baj. Basz szét a videót egész napontan. Csak azért jöttem, hogy szabottál. Látom. Jó, az még ott ügyesen. És attól félsz, hogy több feliratkozónk lesz én neked? Attila, ha? Attól félsz? Na, nem reagálok. Menjünk tovább. Nem csodálom. Jó. Lement az első forduló. Igen. Jön a második. Te outsmartolsz, az mit csinál? Hát azt mondja, hogyha most engem támadott volna valaki, akkor téged dob meg. De nem dobott meg a kaci, szóval ez most semmit nem ér. Nagyon sajnálom ezt. Én dobtam. És hogyha van benne kék a támadásban, akkor azt nem tudod outsmartolni? Az a kék damage az, amilyen splash damage, hogyha Vikit megdobják. De ja, hogy a splash damage-ot nem lehet érteni. Igen. Akkor Viki, akkor te most megdobod a Dávidot. Én egy nagy giant turkey leggel így slappellek. Oké, akkor kap egy sebzést. Dávid kap egy sebzést. És ő is megdob téged. Cserébe visszadob. Cserébe én visszadobok. Egy kombót, amivel... Shakalaka! Boom, baby! Ez egy headshot. Ami azt tudja, hogy négyet sebződsz, és én meg gyógyulok kettőt. Szóval ilyen cuki vérslis papucs, ami egy kicsit kesernyés, de leöntöttem egy kis gravyvel, hogy finomabb legyen. Tudtam, hogy Vikinek tetszeni fog ez a játék. De van egy jó hírem is. Mondjad. Hát amikor beprogramoztam, akkor még nem tudtam, hogy esetleg több sebzésem. Jó, és akkor én meg... ezt a marshmallow tölteléket felveszem. A Jesterrel? A grab, sima grabbel. Ja? Nagyon piros. Ja, és azt mondjuk, hogy meddig tart a játék? Aged hát, one. Ameddig valaki el nem éri a 10 pofont. Ja. Igen. És akkor az nyer, akinek a legkevesebb sebzése van. Nem. Egy ember veszít, és ja, a többet kiérni. Ja, ezt megbeszéltük, hogy... És aztán arra ráhúzunk, hogy a végén. Így van. Ja, igen. Így van. Az nem lesz benne, mert a YouTube szerintem még, most már nem tudom, de még elég pikinek tűnik. Vagyis, hogy legutoljára, amikor itt jártunk, akkor elég piki volt ezzel kapcsolatban. Jó, mi a harmadik akciótok? Sav! Az enyém, hogy kaja nélkül atakolhatok. Az a kérdés... De nem teljes, hanem Attila. Igen, szóval akkor én megdobom. Attila megdob először. Jó.
Igen. És utána Viki is meg fog lökni, úgyhogy addigra már bőven lesz sebzésed, Dávid. Igen, én elszakom rá. Egy kis moldi, ugye egy kis gyümölcsali féleség, és az hármat. Az három? És penészes gyümölcsal állta egy hármat rád sebez. Igen, és aztán... És aztán Viki... Hány étel van a kezedben? Egy sem. Akkor csak arcra esel. Nem leszel nem, kajás. Nem csak... És nem sebződ? Nem. Csak akkor sebez. Ezt nem, de ennyit törölni. Csináltam, jó? Viszont az a baj, hogy én nem tudok rád ütni egyet. Igen. Aminek egyébként nagyon örülök, mert... Az előző négy után. Igen. De most már több sebződésem van, mint pár másik embernek az asztalnál. Úgyhogy I guess this is fine. Jó, és én pedig Attilát megdobom egy... Csak egy? Azaz. Egy csok is meglepetéssel. Azt még adom is. Chocolate surprise. Oké, és akkor kövikör. Nagyon jó. És most a Viki az első. A Viki fog kezdeni, és... Jön az event. Az esemény az csak azután van, hogy leprogramoztuk az akciót. Igen. Az baj! Igen, hogy nem legyen. És ilyenkor nem húzom kettőt. Nem. Egyáltalán. Az csak a grabbel tudsz, ugye vagy... Várjátok, először is targetelünk. Target. Igen. Uh-huh. Na, Viki, targetelj. Ezt tudod, hányan ülnek még ennél az asztalnál? De mindegy. Ketten. Én kacit targetelem. Please no. But... Akkor én... Attilát. Oké, én a kacit. Oké, és akkor most. Hogy körbe targeteltük egymást, Vikit kivéve? ez a négy el lesz egy darabig. Okay. Akkor kész mindenki, akkor olvasd fel, Viki, az iben. Na most jön egy esemény. Jöjjön az esemény. Janitor duty, vagyis... Aki a legtöbbet sebzett, ő a takarító, vagyis a Viki. És... Eloszhatod ezeket a lapokat közöttünk úgy, ahogy akarod, szóval akár adhatod mind az ötöt egy embernek, de adhatod így össze-vissza, és utána öt új lapot kell odaraknod, és egy-egy gyógyulsz. Hát igen, szóval magadnak nem tudsz. Ja, hogy magamnak nem tudom. Nem, csak other players. Mert other players. De ha nekem nem adsz, vagy nekem adsz, akkor én nem fogok támadni. Én ráütöm ezt kacira most, és azt tudod, hogy én mekkorát ütök. Jó, akkor neked adom ezt, meg ezt. Köszönöm. Hogy ki tudja kerülni a támadását? Köszönöm. De most ki fogja kerülni? De már mindig, mert már leprogramoztuk. Ja, már leprogramoztuk semmi. És akkor most rak öt újját. Úgyhogy nyilván nem tudsz meg. És egy gyógyulsz. Segítek neked. Ez egy dupla. Oké. Ez volt. Adtál egy csomó lapot Dávidnak, de valójában nem tud engem bántani. Mert csak négy lapod volt a kör elején, az azt jelenti, hogy nem volt nálad kaja. Az előző kör végén tudtuk, hogy nincs nálad kaja. Úgyhogy kaja nélkül nem raktál frót első lapnak. Ott reméljük. Hogy ki tudja. Furfangos Will Smith. Szerintem van olyan, hogy Dávid tudja akkor is lerakja, ha nem tud megdobni. Na akkor nézzük meg az első kör. Na. Nézzük. És tényleg lerogtuk. Ezért de bolond. Buták ellen játszani, azokat nem lehet outsmartolni, érted? Tehát, hogy logikátlanul játszik, teljesen értelmetlen. Azért jó, mert hogy te őt megtámadod, akkor én ezt így rácsapom. Hát akkor az akkor most a Dávid jön. Igen. Nem, először Viki jön. Hát jó, de így, hanem hogy ha bármilyetek van, akkor én hozzáadom a sprinkled. Hát akkor én egy kettest oda csapnék. Hát meg én egy toppingot rávágok. Jó. Akkor az már három. Vagy három? Ja, bocs, nem tudok számolni. Semmi baj. Oké. Faci? De rakni kell egy újat. Ne pirosod. Akkor én ezt a Frozen-t felveszem innen. Ja, én pedig fellököm én is a kacit. És sebződik egyet, és el kell dobni egy kajalapot ide.
Az asztalra. Ez nagy baj. Miért baj? Ja, mert ugye mindig felvesz, vagy miért így itt vagy miért? Akkor eldobom a marshmallow tölteléket. Jó. Így. És mennyit sírülök? Egyet? Aha. Ez a baj. Ha! Ó. De még nem akkora baj, mert lehetséges, hogy Viki még rám csap egyet a következőben. Jó, akkor kövi. Uh-huh. Nem. A Viki grebbel, mégpedig fel fog venni egy marshmallow-t. Marshmallow tölteléket fel hozzám? Nem, egy conditiont veszek fel. Oké. Okay. És akkor nem töltődik fel, mert ugye csak ötnek kell lennie. Én kacit támadnám, de nem tudom kacit támadni sajnos. Uh-huh. Két dolog miatt sem. Uh-huh. Igen. Oksa, én pedig grebbelek és felveszem ezt a kettőt. Nem, a duckra, azt nem tudom kidakkolni. De, mert ez simán atak. De nem it's food. Csak simán. Én csak a throne foodot tudom. Ja! Akkor oda lenni, hogy attack with food. Új, most kettő különleges is bejött. Oké. Okay. Jó, én duckolok, az ugye nem csinálok semmit ebben a körben. Amint meg grebbeltem, és grebbelt, nem húztam. Oké. Okay. Okay. Következő. Van nálad kaja? Nincs. Akkor csak... Az emotional fájdalom. Én grebbelek, úgyhogy hadd olvassam el ezeket. Azzal az első három lapot felhúzhatod a pakliból, és kettőt kiválasztatsz, egyet pedig áldobsz. Ezzel pedig, hát ami előbb is volt, az, hogy kajával támadsz, és megsebzi a jobb és a bal oldalán ülőt is. Téged nem. Ez nekem nagyon tetszik. Igen, ez nagyon jó. Sajnos a rossz. Mert te grebb... Jalapeno ja, poppers! Úristen, dennék jalapeno poppers. Ez, hogy kivette az életemből az élet a jalapeno poppers. Mert most már, hát mert sajt. Ja, És így arra gondolok, hogy tudod így... De laktózmentesen se elheted? De nincs laktózmentes belőle. Tehát, hogy ez van ez egy... ilyenkor a fájdalmat választod. Igen, tehát, hogy van egy laktózmentes lista, hogy mik azok, amik léteznek laktózmentes. Igen, meg hogy milyen sorrendben jön be a laktózmentes verziója annak az adott dolognak. Uh-huh. És szerintem még előtte van egy csomó minden miatt a jalapeno poppers. Uh-huh. És ha most megenném a jalapeno poppers-t, akkor a csípős plusz a tej, az hát egy olyan 10 méteres körzetben biztos, hogy elviselhetetlenné tenni egy időre. És nem érné meg? Nem tudom. Valószínűleg nem. Most már... Nem, azt szerintem gecire fájna. Meg szegény Jócsi. Figyelj, múltkor megettem egy szelet pizzát Jócsiból. Hát ugye hajnali egyfele feküdtem le, és akkor is már csak azért, mert azt éreztem, hogy most biztos állok úgyis. Úristen. Na, voltunk. Vége a körnek, igen. Úgyhogy tovább megy a figura. És újra célzunk. De hogyha ilyen gyógyszert sem szedsz rá, úgyse jó amúgy? Ilyen laktózmentes mert ő nem csak laktózérzik. Hanem tejfehérje. Ja, hát az egy nagyon jó, igen. Jó, akkor Dave kezd engem, igen. Jó? Én, hát én ilyen baráti srác vagyok, hogy tudod, hogy mindig... Mindenki. Mindenkit egyszer. Oké. Okay. Vagy... Vagy... Jaj. Vagy... Vagy... Oké. Okay. Na? Öntsed már el okay. A tilet. Akkor Dávidot. Te mit csinálsz az outsmart-tal? Hogy átirányítom a támadást az én célpontomra. Na, és ki a célpontod? A Viki. Én meg kac. But why? Most mindenki hogy ne legyen nyugodt. Igen. Oké, okay. Okay, akció. Kaci biztos, hogy grebbelni fog első körben. Mindig grebbel, utána meg lerakja a jackpotot. Ja, hát négyet is fel lehet, basszus. Ja. Szuper, Omega Choki Milk of Doom! Úgyhogy Isten igazából... Nem. De a hat olivát is ennyi. Folyamatosan végtelen lapja lesz, ami azt jelenti, hogy most belém tud verni négyet, és tud gyógyulni kettőt. Hát ez ilyen. De nézd meg az eventet. Tényleg. Hát lehet olyan lesz, hogy eldobat vele mindent. Felhúzhatom én az eventet? Lehet? Uh-huh. Uh-huh. Evil Advisor! In clockwise order, each player can discard one. Oké, okay. Szóval, hogy... Eldobhatsz egy kaját. Igen. Eldobsz egy kaját, akkor megváltoztathatod a célpontodat. De meg akarod-e változtatni a célpontodat? Nem.
Riki? Nem. Szerintem senki. Oké. Akkor jó. Jó. Akkor ez jó. Jó, programozunk, megyünk előre. Én most megnézhetem ezt a hármat. Uh-huh. Jaj, igen. Nagyon ügyes vagyok. Meg a kövi 10 lapot. Meg a következő 10 lapot is megnézem. És... Sorry. És csak Kaci mindent fel fog húzni. Sorry. Igen. Ja, de utána fellököd. Ez az. Abba belehalok? Nem, max. 3-at sem zöldhet. Nem, 3-at lehet. Mi maximum 3-at lehet csak? Ezzel, a show-val csak. A Shabba, ja, a Shabba. Ja, igen. Oké, kiválasztottad? Akkor a Kaci jön. Hát akkor én a Juggler-rel felveszek egy sárgát, egy pirosat, egy fehéret. Meg egy kéket. Azt a kicsa ez a képesség. Ja, ez elég OP-nak tűnik. Steak and cheese. Én még meg sem néztem, hogy mi van rajtuk, csak a izér nekem, csak a színe. De meg sok enni akkor sem. Ja, én grabbelek. És ezt. Kaviár. Jó, hoppá! Szerintem 3-at nyugodtam. Vadállat. Kaci köbben mindjárt meghal. Jó, de most mindjárt megdobgondolom valakit. A Dávidot. Okay. Én ezt ledákoltam. Remélhetően. Lob. Az mi? Igen, az a takvét food, az dákkolod. Uh-huh. De mi nem. Most hát nem. A Viki nem. A Viki nem. Mi hát van velem? A splash-jel és megsebzi a körülötte levőt is. Tehát téged is. Nem. Nem. Azt not on you. Igen. Ja? Jó. Viki sem. Bel kell dobni egy kaját. Boom. Egyet. Jaj, ne! Komolyan átirányítottad rám? Ne! Nem! Azt tudja, hogy van! Nem, így behajítottam, fröccsen. Ja, és rám fröccsen. Oké. Mert hogy te az Outsmartot rakod. Én senkit nem Outsmart voltam. Jaj, oké. Nekem ez nem megy, ez az Outsmart. És te jön, grabbelsz. Én grabbelek, és én mindjárt felgrabbelek egy... Ez nekem az a baj, hogy nagyon tetszik ez a steak. Ez a steak and cheese, meg a baby burrito. Nem is lett volna rá szükségem egyébként, de... Ez is tetszik. Egy extra meatball. Fú, de ennék egy meatball szabad, te úristen. Te nem csinálsz semmit, te megcsináltad. Akkor jön a harmadik kör? Aha. Én nem csinálok nagyon semmit, mert... Jó ez. De igen, de nincs kajám. Ja, oké, akkor sem. És a bajon az sem... Ja, hogy kell kajának lenni ahhoz, hogy a topon. Igen. Tudjam. Akkor... Ó! Ez. Várjál! Any other effect. Várjál, de hát eldobhatom. Mit dobhatsz? Nem, semmit. Nem. Akkor legyen jalapeno poppers. Igen. Dripping in extra nacho cheese. Jaj, várj! Még dobjunk rá egy kis kaviárt is. Fúj! Nem lehetne... De az egész meg van fogyva. Ez 5. Akkor ez 5 sebzés. Ugye ez 5-öt sebez rajtad, Dávid. Jó. Én 2-t gyógyulok. Az kemény. Az enyémre is rárakhatsz. Igen. Pirosat. De én téged doblak. Igen, tudom, ezért nem fogom rárakni. Jó, én mivel doblak meg? Kis zsírszegény tejjel, amin van egy kis bor is, és szogi az egész. És akkor 4-et sebződsz, én meg gyógyulok. Akkor mindenki Attilára? Mi? Nem. Hát full életem vagy. Nem. Dávid. Mi? Oké, okay, kövi. Kész? Lement a igen. Körünk? Aha. Én kezdtek. Az nagy baj. Ilyenkor takarítjuk a floort, vagy marad? Marad, ez igen. Jó. Én Attilára fogok célozni. Na jó, én a Dávidra. Én is Attilára. Én Kacira. Jó. Jó, mindenki rakott? Aha. Akkor jöhet az esemény. Igen. Annoying customers. Aha. Azt mondja, hogy óramutató járásának megfelelően minden játékos cserélhet egy kajalapot a padlón lévőkkel. Oh. És akkor te kezdesz. Bármi? Uh-huh.
Hát kaját. Hát elvileg ott, ha fehér is van, akkor fehéret is? Ja, igen, akkor egy bármilyen lapot. Akkor egy bármilyen lapot cserélhetsz egy asztalon lévővel. Akkor én lerakok egy duckot, és felveszek egy... De azt nem lehet, mert ez basic action. Vagy várja, van kettő duckod? Négy duckom. Ja, akkor szerintem ilyenkor lehet. Hát azt mondja, csak a basic-en maradjon. Négy duckja van, mi ez szar. Megdobhatatlan az embert. Hát de mostantól csak ezt kell csinálni. Duck, csinálni kezd. Mostantól nem nyerhet senki más. Valaki más kiesik, és ő meg duck. Oké. Dave, te akarsz valamit? Miért arra? Clockwise order, yeah. Úgyhogy arra megyünk. Most ja, igen. Nem, hát, de... Kéket lerakok az én. Én a baby bean burritót a deep fried-ra kicserélem. Jó, nekem se kell. Jó, akkor fordítjuk az elsőt. Nem, hogy meg létszi, mert... Én juggerolok, úgyhogy visszaveszem a duckot, meg a kaviárt, meg a rottent, csak meg a baby gémurítót. Kettőt kéne sebeződ, és meghalok. De... Csak egyet tudok. Beef steak tomato? Ú, egy pulled pork szendvics? Ne! Tiramisú! Olyan pulled pork szendvicsöt ettem valamelyik nap. Hol? Az meg. A Las Vegasban. Nincs. Viki, nyugodj meg! Las Vegasban pulled pork szendvics. Hát ilyen pulled pork, érted? Ja, jó van, na, hát most vaj, ennyit nem lehet. Valójában egy baby bean burrito van. Jó, akkor én megdobom a délet egy kis gumicukorral, amit a couchban találtam. Köszönöm szépen. Én... Jaj, ne haragudj, Attila! Nincs nem kell. Komolyan? Igen. Mondtam, hogy ne sem. Borderline faszontál ez a képesség. Igen, mondtam, hogy ne lök meg. Direkt. Az, előző körben hármat sebződtél miatt. Mi az, hogy borderline? Te juggolt raktál? Én úgy az első körben juggolt raktam, ja? Igen. Jó van. Én egy karikatúrát raktam, ami azt csinálja, hogy kaja nélkül atakollak. Igen. És megduplázza a jelenlegi sebzéseidet. De 10 felé nem tud menni azzal, szóval akkor csak 9. Az amúgy kemény. Ó, én azt hittem, megöltem. Egy kicsit. Hát 10-ig, mert hogy ugye 5 volt eddig, ha megdupla, 10-ig föl. De nem, rá van írva a lapra, hogy 9 maximum. Igen. Akkor 9 maximum. Ez jó volt, nem számítottam, Kövi. Most a David dobod meg. Megdoblak egy baby bean burritóval. Ledákoltam. Na. Ugye, de ez jobbra meg balra is sebződik. Akkor Vikire sebez egyet. Igen. Mindig kötök meg 90 asztal. Neked meg kacol. Egy sincs, érted? Az a baj, hogy a mi gyűlöletünk sokkal rövidebb. És hogyha egyébként kombót dobok, aha. És ledakkolja, akkor a kombó is elveszik. Akkor teljesen elveszik, hogy a hírt se kapom meg. Ja. Azt nem tudom. Szerintem lehet a hírt, ezt megkapod. Nem? Hát valószínűleg gondolom, igen, egyébként. Csak ő nem kapja meg a sebzést, gondolom. Nem örülök neki, de... Szerintem lehet úgy. De valószínűleg így van. Jó, mindegy. Ja, nyugodtan híleljél rá. Majd Viki, majd a következőn. Miért most akarsz? Én nem. Jó. Kaci, okay. Híleljél, mert meghalsz. Ne izguljál. Oké. Okay. Jó. De valószínűleg dakkol. Oké, okay, akkor utolsó kör? Ja, csak ezt nem tudod kidekkolni. Mindegy. Na oké, akkor most mi? Akkor most tróval. Ja, de rám. Oh. Hát. Oh. Akkor ez legyen egy crème brûlée. Azt szeretem. Ó, én is. Ó, ezzel az a baj, hogy ebből viszont gyógyulni fog. Megtöltem az egészet marshmallow-val. Ez egy jó édes. De soha nyitott. Jó. Nem hánylak le. Még azban kettőt elveszek tőled. Jó. Szolgáld ki magad. Ah, csak itt elveszem. Oké, Viki? Vagy nem, én jövök, bocsi. Grabbelek, és... ezeket grabbelem. Ezek olyan finik. Oké, Viki, te jössz. Én throwallak téged, küldök neked... Mi? Küldök neked egy
hot wings-et, ami deep fried. De én nem duckot raktam, amúgy most is itt le. Szóval 4-et sebződsz, én pedig 2 gyógyulok. Undorító. Fordult ez a játék. Igen. De nem, jó. Az a baj, hogy most, hogyha valaki olyankor throw-ol, amikor ő outsmart-tal, akkor ő dönti el, hogy ki nyerte meg a játékot. Igen. Na, akkor... Én kacira sebzek mennyit? 1-et. Attack without food. Ennyi. Ez jó képesség. És erre nem tudok még rárakni valamit? Mert ez without food. Ez csak baj. Megütöd. Oké. Okay. Ez így most nehéz. Most mindenkinek 8, nem a Dave-nek. Nem, nekem 9. Nekinek 7. Nem tudom, hogy legyen. És én kezdek? Nem, én kezdek, most jöttem meg oda velem. Akkor én kimaradok, akkor én a Vikit. Én Attilát. Már szállj meg. Én is Attilát. Mi van? Hajdaszkaci, jó lesz az. Hadd döntsi elő. De ha ő döntél, akkor Viki veszít. Tudom. Isn't that like winning? Nem ez a lényeg. In our book. Hát jó, de akkor megölhetem simán is. Nem ez a lényeg. Oké, akkor meg kell rakni. Ilyen instant kijátszós kártyák nincsenek a pakliban egyébként, mm-hmm. Csak programozósak. Ugyan. Gyerünk, Dávid! Menni fog! Így is meghalk elsőbe. Nem biztos. Akkor az elvánt, hogy mix-up, és hogy mindenki a kaja alapjét megcseréli a tőle balra ülővel. Ó! Csak a kajalapok? Aha, az összes. Igen. Akkor te velem. Szóval hogyan? Csak a pirosat, a sárgát, meg a kéket. Igen. De... Ja, nem, hogy akkor továbbadjuk jobbra. Igen. Balra. Igen. Aha. De jó. Ó, közkat. Oké. Hát. És akkor fordítunk. Hát ez csicska. Ez a legjobb dolog a földön. What? Tudtam, hogy elsőbe támadni fogtok. Kis. Na oké, akkor én outsmartolok, és minden támadás a Viki ellen megy. Szóval Viki meglaki saját magát, mennyi kaja van nálad? Lehet ilyet, hogy meglököm magam? Igen, fellököm magam. És szimulálom. Óvatosan! Jaj, ne! 1. Oké, és a Dave is téged dob meg. Mi? Ez hányas? Ez egy 4-es támadás, akkor 2-t sebződsz. De még nem haltam, mert le kell játsz ezt az utolsó 2 kört. Akkor 2 kapott a Viki. De még meghalhatunk mindannyian, nem? Igen. Még meghalhatunk, simán mi is. That would be so nice. Kivéve engem, akire nem célos senki. Ja, Már tudom, hogy nem jöttem ide 2-ig, oké? Okay? Én oda lobbolok egy piramisút, amiből sérülsz egyet, te is, meg te is. De te nem tudod szövet kapni. Dehogy nem. De olyan nem lehet. Dehogy nem. Jó, oké. Akkor... Oda tettem, nem? Oda lehet, vagy akkor, nem akkor lehet? Akkor jó, kövikő. Oké, mi duck, juggle. De csicskák vagy mindenki duckol. Én bedákoltam, mert én azt hittem, hogy mindenki a második körben fog támadni, és az elsőben meg még rebbeli a dolgait. Mert taktikát váltottunk. Juicy. Gooey. Pepperoni pizza. Nagyon éhes vagyok. Oké, okay, úgy jó. Throw. Gyere, dobjad. Mind van? Nincs. Ja, de van egy. Egy kis steak and cheese. Azt tőlem kaptad, nagyon köszönöm szépen, hogy visszaadod, akkor sebződök még egyet. Én egy extra meatballt rád dobok. Most én is meghaltam, Gert. És kapsz még egyet a mók miatt. De nekem több van, nem sebzem olyankor. Több. Ó, tényleg, sem. Picsa. Na. Mert mint kutya. Hey. Elnézést. Oké. Okay. És kapsz is róla. Ez még 3. 3 sebzés? Uh-huh. Ó, és nem volt pirosod? Nem. Ó, oh, bazz. Én nem akarok döntetlen ebben lenni kocival. Akkor az nyer, akinél több duck van. Igen, ez a szabály, benne van a könyvben. Jó, nekem egy van csak. Srácok, jól értem. Vaj. Nekem is egy duckom van. Jól értem, hogy akkor most ez az, amikor
körbeálltok, megrugdostok és lehugyasztok? Igen, most ez a videó vége. A hány sebzése van? 14. És még akkor több. Mi van? Ja, igen. És akkor az nyer, akinél több a dák. Jó. Nem. Hát akkor Kacinád 4 van, ugye? Hát akkor engedd meg, hogy gratulálj. Igen, ez a hivatalos szabály. Több tróval is játszhatjuk, abban most volt 3. Nekem ez a karikatúra, annyira megörültem neki, néztem, mondom, hülye vagy, bazd meg, a következő körben, ha túlélem, megölöm Kacit. De aztán így, mert így elolvastam odáig, hogy give splash to the amount of splash your enemy already has. Igen, mondom, és akkor így, hát azt már nem olvastam, hogy csak 9-ig mehet föl, mert az insta kill az eléggé tetszett a basic kártyáinak. Jó, ez a Jester James az elég jó. Ez a Jester, ez elég fasz. Ez nagyon OP volt. Nem, ja, ennyi volt. Ennyi volt. Tetszett, Hüki. Nagyon tetszett, köszönöm szépen. Akkor most szeretnék kérni egy pulled pork szendvicset, egy chili's cheesesteakkel, egy pepperoni pizzával, egy baby bean burritóval. És az jó, az egész pickled? Az egész, az egész legyen pickled és deep fried. Csak ennyi? Ja. Okay. Feljött egy kicsit a reggeli. Majd más nem ettem, de egy kicsit feljött a reggeli. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, akkor... Like and subscribe! A Vikinek nem tetszett. Nem tudom, mennyi lesz még ezután, úgyhogy szerintem még ne iratkozzatok fel. Még legyen az, de. Hogy majd látjuk, jó? A Attilának, Vikinek és Kacinak az elérhetőségei meg vannak osztva. Kaci, attól függ, mikor nézitek, lehet, hogy már streamel Twitch-en is. Viki mindig streamel Twitch-en. Attila egy kicsit most... lejjebb szokott róla. Utóbbi pár hétben, de majd néha. De majd néha. De majd néha. Ezt tudom ígérni ezen a csatornán is. De majd néha. Sziasztok! 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 Sziasztok, kacicák! Ezt mindig elmondom. Nem, ezt neki kéne mindig. Szervusztok, kacicák!